jelentkezzük a pénteki egyenes beszédet Kunhalmi Ágnessel, az MSZP budapesti elnökével. Szintén jó estét kívánok. Jó estét. Hát ugye itt azzal kezdtem a híradós beharangozóban, hogy lett először egy MSZP-DK megállapodás, aztán most lett egy közös lista, amit ma bejelentettek, amin az MSZP-n kívül a Párbeszéd és a liberálisok szerepelnek, és Karácsony Gergely fogja vezetni. Ez így stimmel? Nem. Mert? Lett egy nagyon-nagyon jó megállapodás a 106 egyéni választókörzetben, ezt nagyon várták a választók. Ez az első lépés, nagyon fontos lépés, és nagyon jó, hogy ez megtörtént Karácsony előtt. Elindul a kampány, nem indulnak egymással szembe a Demokratikus Koalíció és az MSZP jelöltjei. Támogatni fogjuk a Demokratikus Koalíció azon jelöltjeit, ahol visszalépünk az ő javukra. Itt engedje meg, szerkesztő asszony, hogy megköszönjem a Magyar Szocialista Pártnak, azon országgyűlési képviselő jelöltjeknek, akik visszaléptek egy DK-s javára, akik nagyon sokszor a rendszerváltás után nyertek választást, harcoltak az igazságtalanságot, jobboldali vezetőkkel 46-an vannak, szemben, ugye? És ma készen állnak arra, hogy támogassák azokat a jelölteket, akiknek a javára visszaléptek, hiszen a szívük ugyanúgy baloldalon dobog mindenkinek, és nagyon-nagyon nehezen viselik szerte az országban, a településeken ezt a nyomorult jobboldali politikát, amit a Fidesz mi nem stimmelt? A közös lista nem stimmelt? Ez a közös listáról az MSZP-nek a jövő évi kongresszusa tud csak dönteni. Ma nagyon-nagyon örültem annak, hogy eljöttek a liberálisok is, és kinyilvánították azt, hogy támogatják azt a fajta együttműködést, szélesre tárt kapukat, amelyet az MSZP és a Párbeszéd meghirdetett, amely egyébként feltétele egy nagyon-nagyon jó szereplésnek áprilisban. Matematikailag akkor ez most hány százalékos küszöböt jelent, hogyha a kongresszus is rábólintana erre a típusú listára? Erre nem tudok önnek válaszolni, ugyanis ma az az álláspontunk, hogy a kapuk nyitva vannak egészen addig, amíg közjogilag, tehát ha április 9-én vagy 8-án lesznek vasárnap a választások, akkor gyakorlatilag március elejéig ez nyitva van, minden pártot, minden demokratikus pártot várunk, hogy együttműködjünk, hogy teljes széleskörű megállapodásban tudjunk az Fidesszel szembe indulni, mert matematikailag is, politikailag is, emberileg is. Ez hozza a legtöbbet a konyhára, és így van a legnagyobb esély, hogy felvegyük a versenyt a Fidesszel látta szemben. Látta tegnapi Gyurcsány Ferenc és Molnár Gyula, fogalmazunk úgy, hogy beszélgetését? Hogyne. Ebből gondolom ön se azt tudta le, hogy a DK most itt rohan majd a közös listára. Nézze, a Demokratikus Koalíciót úgy tudom, hogy mindig is Orbánnal szemben határozták meg magukat. De az MSZP is, a liberálisok is, az Együtt is, a Párbeszéd is. Minden vezetőt a választók fogják eldönteni, hogy mennyit ér. Én azt hiszem, a Demokratikus Koalíció ugyanúgy, mint egy MSZP szavazó, Orbánt szeretné leváltani. De a külön listában hisznek. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc, és azt mondta, hogy nincs olyan lehetőség, aminek bekövetkezté esetén ők felmennének egy közös listára. Mi tegnap is ezt mondtuk, ma is azt mondjuk, és holnap is azt fogjuk mondani, hogy csak egy teljes körű, széles együttműködésnek van ma Magyarországon egy ilyen választójogi rendszer, amely igazából nehéz helyzetbe hozza az ellenzéki pártokat, egy ilyen politikai klíma, ilyen média viszonyok között. Ezt mondtuk tegnap is, holnap is ezt fogjuk mondani, ez a politikai realitás. Mit szól ahhoz, hogy Molnár Gyula kapott egy olyan mondatot Gyurcsány Ferenctől, hogy hát az, hogy vezető problémátok van, az a ti problémátok. Mondván, hogy hát kívülről kellett miniszterelnök jelöltet hoznia az MSZP-nek. Hát volt már Gyurcsány Ferenc annak a pártnak a tagja, az MSZP, aki annak kívülről hozott miniszterelnököt, és nem, hogy problémát nem okozott, hanem Medgyessy Péter győzni tudott. Magyarán akkor ez nem volt teljesen fair, mond a Gyurcsány Ferenc részéről? Ezt a tévénézők meg tudják ítélni. És azt az ellenérve Gyurcsány Ferenc részéről, amit Karácsony Gergely vonatkoztatva mondott, hogy önmagában a népszerűség nem elég, mert hogy Dávid Ibolya vagy Szili Katalin is annó nagyon népszerű volt, de nem tudott maga mögé egy erős, nagyon népszerű pártot építeni, és ezért nem tartja őt Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc annyira jó jelöltnek. Erről mit gondol? Erről meg azt gondolom, hogy nem volt Karácsony Gergőnek akkora forja, mint mondjuk annak a pártvezetőnek, Gyurcsány Ferencnek, aki anno egy 40%-os MSZP-nek az elnöke volt. Miben volt forja? Abban, hogy az MSZP-nek volt az elnöke. Karácsony Gergő soha nem volt az MSZP elnöke. Most a lényegében nulláról indult. Arra utalburkoltam, hogy azért elvitt a DK MSZP szavazókat?
Arra gondoltam, hogy Gyurcsány Ferenc az MSZP-nek volt a pártelnöke, és az MSZP-nek volt a miniszterelnöke. Ennyit állítottam, és ez válasz az ön kérdésére. Mi a válasz arra, amit Botka László mondott egy mai interjúban, amit az Index úgy interpretált, hogy hát ez nem biztos, hogy a legjobb karácsonyi ajándék Botka László részéről az MSZP felé, hogy most megszólalt, és hát elég erős mondatokat mondott. Például azt, hogy azt sem tudtam, hogy a Fidesz milyen mélyen van jelen az ellenzéki pártok életében, mennyire irányítja őket. Még nem tettem, de most kimondom, miniszterelnök jelölté történt megválasztásom után egész nyáron elképesztő médiahadjáratot folytatott ellenem a Fidesz, és ehhez sokszor baloldali politikusok szolgáltatták a muníciót. Hájajaj, tegyünk akkor valamit itt nagyon gyorsan tisztába. Botka László, hogy lelépett a pályáról, és lemondott, az egy fordulat. Nem tekintem másnak, mint egy politikai fordulatnak. Negatív fordulat, de csak egy politikai fordulat, mennünk kell tovább. Ez az egyik. A másik, tisztázzuk azt, hogy mi okozta ezt a dolgot véleményem szerint. Uh-huh. És az én pártársaim véleménye szerint is, de azt hiszem a baloldali közösség is így látja ezt. Botka László szembe került a politikai realitásokkal. Ha valaki teljes körű, széles együttműködést ajánl és hirdet, akkor abban az esetben azokat a pártoknak a vezetőjét nem kukázhatja le, amely párttal ezt a teljes körű széles együttműködést meg akarja valósítani. Na de az MSZP megszavazta Botka Lászlót miniszterelnök jelölté azok után, hogy pontosan tudható volt az ő stratégiája. Önök is rábólintottak erre az elképzelésre. Nem erre bólintottunk rá. Dehogy nem, akkor már pontosan lehetett tudni, hogy ő a decemberi beharangozó interjúban asszony elmondta, hogy közös jelöltek, közös lista, közös program, de Gyurcsány Ferencet ő nem tartja elfogadhatónak. Ezzel indított. A kongresszusunk nem ezt fogadta el. A kongresszusunk azt fogadta el, hogy Botka László a miniszterelnök jelölt, és minél szélesebb együttműködést kell kialakítani. Akkor is ezt mondtuk, és most is ezt mondjuk. Nem ismerték Botka László elképzeléseit, ezzel azt állítja? Botka László elmondta a kongresszuson a beszédét, akkor a kongresszusi küldöttek úgy döntöttek, hogy egy széleskörű együttműködés kell, amelyet Botka László meg is hirdetett, ebben igaza volt. De szembefordulni valamely párt elnökével, akivel széleskörű együttműködést akar kialakítani, az politikai irracionalitás. Botka László valószínű ezt ismerte fel, amikor lelépett a versenypályáról. Nem, akkor miért nem figyelmeztették korábban? Az MSZP beállt Botka László mögé, mindaddig, amíg Botka László nem hátrált ki. Mit szeretne szerkesztő asszony mondani? Azt nem értem, hogy... Mit nem ért? Azt, hogy mintha Botka Lászlóra kennék a felelősséget, miközben végig mögötte álltak. Természetesen támogatnak, még most is mögötte állnak, hogyha nem lépett volna le. Mondok önnek egy példát, hogy megértse a szerkesztő asszony is, és ezáltal a kedves tévénézők is, hogy mire gondolok, talán nem voltam elég világos. Most voltak a német választások. Merkel asszony torony magasan győzött. Nem tud kormányt alakítani. Megpróbálta a jamaikai koalíciót, bizonyára a tévénézők tudják, miről beszélek. Azt mondta a választások éjszakáján Schulz, az SPD, a szociáldemokraták elnöke, hogy Merkellel már pedig nem fogunk nagy koalícióra menni, amíg Merkel a kancellár. Ugye? Azóta a liberálisok felálltak, Merkel nem tud kormányt alakítani, elképesztően veszélyben van Németország, hogy a szélső jobb átveszi a hatalmat, a politikai bizonytalanság, a kormányalakítás hiányának bizonytalansága miatt, de Schulz a korábbi álláspontjától most eltért, és azt mondta, hogy Németország sorsa fontosabb, és Európa sorsa is fontosabb, annál, mintsem, hogy egy korábbi politikai klímában tett megjegyzéséhez ragaszkodjon. Ezt vártuk volna a mi szocialisták, ezt várták volna a baloldali szavazók. De ezt mondták Botka Lászlónak? Én magam elmondtam ebben a hogy stúdióban, váltson? Hogy politikai fordulatra van szükség, mert megváltozott az országban a helyzet. Az alapkérdésem az arra irányult, amire viszont maga Botka László vezeti vissza a bukását, hogy a Fidesz mélyenben van az ellenzéki pártok életében, és baloldali politikusok szolgáltatták a muníciót ő ellene a lejárató kampányához. A Rolex órára gondol? Az a honlapján tudható volt? Vagy a mélytengeri búvárság? Az meg azt hiszem talán a Facebook oldalán is rajta volt. Még egyszer mondom, tehát nem ért egyet Botka azzal, László amit állít. Irracionálisan, tehát a politikai realitásokkal került szembe. Azt értem, hogy a szövetségi politikájáról ezt gondolja, de arról, hogy a Fideszben van az MSZP-ben, arról az állításáról mit gondol? Urbán legenda, ezt gondolom róla. Magyarán akkor azt gondolja, hogy Karácsony Gergelyt ez a veszély nem fenyegeti? Nézze,
hogy őt belőről buktatnák Karácsony meg. Gergelyt nem fenyegeti semmi, csak a Fidesz, mint ahogy mindenkit a Fidesz fenyeget ebben az országban. Civileket, médiumokat, újságírókat, pedagógusokat, igazgatókat, politikai pártokat, az ÁSZ-t ráküldték az összes pártra. Itt ma Fidesz problémája van ennek az országnak, nem MSZP problémája, nem DK problémája, még csak nem is Botka problémája. És Molnár Zsolt problémája sincsen, mert ugye Botka László Molnár Zsoltot kifejezetten meg az is meg nevezte. Aztán végképp nincs, hogy két politikus társam hogyan perpatvarkodik, miközben a Fidesz egyébként tönkreteszi az országot. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy az alaptalanok Botka Lászlónak ezek az aggodalmai. Elmondtam, hogy mit gondolok erről. Jó, akkor beszéljünk arról, mert biztos vagyok benne, hogy nem Botka Lászlóról beszélgetnek a választási fórumokon meg vidéken, hanem hogy miről beszélgetnek. Mi az a probléma, ami kapcsán, hogyha megjelenik, ön és Karácsony Gergely most már ugye együtt járják az országot, az elsők között van, amire megoldást várnak önöktől. Az első és legfontosabb, egyszerűen áradatként jön velünk szembe az egészségügynek a helyzete. Egyszerűen nem értik az emberek azt, hogy hogy lehet az, hogy befizetik az egészségügyi járulékot, és országhatárokig érnek a várólisták, hogy a sürgősségén 10-18 órákat kell várni, hogy vannak az országban lényegében kistérségek, megyék, fél megyék, ahol nincs házi orvos, nincs gyermekorvos. Tehát döbbenetes. Ez olyan mértékű igazságtalanságokat szül, nem értik azt például, hogy az egyik városban, ahol voltunk, bezárták a kórházat, de Tálai úr vitt a foci csapatnak 160-170 millió forintot. Nem értik ezeket az emberek. Ugye azt azért tudjuk, hogy a kormány vidéken nagyon sok kórházat felújított. Az tény, hogy lehet, hogy ezek a kórházak nem tudnak jól funkcionálni, mert nincs benne személyzet, de hogyha az MSZP kerülne hatalomra, akkor mit csinálna, hogy visszajöjjön ez a személyzet, mert ugye a kormány is próbál programokat indítani, ösztöndíjakat ajánlani ezekbe a hátrányos kormány nem próbál sejtetű. Semmit tenni, a kormány próbálkozna, akkor hát nem... Hát azért béremelést adtak. Hát ez az, hogy sokkal nagyobb béremelésre van szükség. A piaci durván, drasztikusan kell a piaci bérekhez húzni. Az napi két orvos megy el, és ami még nagyon nagy panasz, az eszközhiány. Tehát tényleg cserekereskedelem folyik a kórházakban, csak egy budapesti kórházat említsek, a híradóban láthatták a kedves tévénézők, hogy pont a Honvéd kórházban, ami azért az egy nagyon fontos, erős kórházunk, meghalt egy szerencsétlen asszony, mert előtte az orvosok vagy 300 beteget láttak el, de cserekereskedelem van az osztályok között, nincs elég pénz, nincs elég orvos, nincsenek megfelelő műszaki eszközök. Ugyanebben a kórházban ma nem lehet, ha ön talál egy csomót a mellében, vagy bárki, nem tudják megvizsgálni az országban, mert egyszerűen olyanok a várólisták. Vagy fizetés elmegy a magánpraxisba. Ez így van, de hogy tarthat 2017-ben ott Magyarország? Ha van elég pénzed, kapsz megfelelő egészségügyi ellátást, ha nem, meghalsz a folyosón. Konkrétan. Ezt nyilván rövid távon nem lehet orvosolni, de mit tud felelősséggel ígérni az MSZP ebben a helyzetben? Mindenféleképpen azt, amit a Fidesz kivett az egészségügy finanszírozásából, azt vissza kell adni. Ösztönözni kell bérrel és eszközellátással, hogy orvosok jöjjenek ebbe az országba, valamilyen módon vissza kell csábítani, és még valami, az oktatás. Hát egyszerűen döbbenetes az, hogy mennyire lezüllött Magyarországon az oktatás. Egyszerűen lemondott a Fidesz arról, hogy gyerekekből orvosokat képezzen. Honnan lehet azt tudni, hogy nyilván ad béremelést egy következő, akár ellenzékből kormánypártivá váló párt, de nem tud annyit adni, ami versenyezne az uniós orvosbérekkel. Igen, ezért bérekkel. Mondom azt, hogy a körülmények is nagyon fontosak. Nagyon sok orvossal beszélgettem, rengeteg levelet kapok, eljönnek a fórumokra. Szerencsére a közmunkásoktól a főorvosasszonyig ott ülnek a fórumokon, és mondják, ugyanazt a problémát artikulálják más módon, más kiszerelésben, de ugyanarról beszélnek az emberek. Nem csak a bér a fontos. A bér nagyon fontos, de fontos az, hogy milyen körülmények között dolgozhatnak, és ebben van óriási lemaradás. És a másik, hogy van-e politikai akarat. Ma nem érzik az emberek azt, hogy ez a Fidesz kormány értük lenne. Fontosabb, hogy helikopterrel mehessen valaki a vadászkastélyába, mint sem, hogy a helyi rendelőt, vagy a sürgősségit, vagy bármit felújítsanak. Nem látnak perspektívát. És ha az elmúlt 8 évben a Fidesz nem tett semmit az egészségügyért, vagy az, hogy az embereknek az oktatása rendben legyen, akkor mi a garancia arra, hogy a következő években fog tenni? Ez az valójában, ez az a motiváció, ez a partalan sivárság, ami elhajtja az embereket az országból. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és kellemes ünnepeket. Boldog karácsonyt kívánok én is. Köszönjük szépen.